We would like to highlight the importance of networking in regional sustainability. Elsőként Kukeli György kolléga az Eötvös Loránd Tudományegyetemről tartja meg előadását, amelyben a fenntartható szállításfejlesztéssel foglalkozik magyarországi, bocsánat, közlekedésfejlesztéssel foglalkozik magyarországi példa kapcsán. Parancsolja, akkor tiéd a szó. Előadásomban a fenntartható közlekedésfejlesztés magyarországi megjelenésével, kérdéseivel szeretném foglalkozni, különösen az elmúlt 10 év magyar közlekedés politikán belüli hangsúly változásaival, illetve arról, hogy a fenntarthatóság szempontjai hogyan jelentek meg a közlekedés politikában. Az előző előadások sokkal komplexebben fókuszáltak magára a városra, a városi kérdésekre. Az én előadásomban egy ágazat fog megjelenni, de majd ahogy látni fogják, ez rendkívül komplexen fogja bemutatni azt, hogy a fenntarthatóságnak a kérdései egy ágazaton belül is milyen szerteágazóak, akár a gazdasági, társadalmi, környezeti aspektusokat tekintjük. Mind az erőforrás felhasználás, erőforrás takarékosság, mind a kibocsátások, emissziók szempontjából a közlekedés egy nagyon meghatározó ágazat a fenntarthatóság kérdéseiben, különösen a környezeti hatásai, illetve a finanszírozási kérdések szempontjából, tehát a fenntarthatóság javításában is egy kiemelt területnek tekinthetjük a közlekedésfejlesztést. A magyar nyelvben van egy olyan nehézség, hogy a fenntartás és a fenntarthatóság fogalma egy kicsit keveredik a fejekben. Ugye sokszor a fenntartható közlekedésen sokan azt értik, hogy a közlekedési rendszert, a teljesítménnyel jellemezhető közlekedési rendszert tartsuk fenn, holott a fenntartható közlekedés az nem ezt jelenti, az teljesen más vizekre visz minket, ott az egyes közlekedési módok, közlekedési eszközök megválasztása és ezeknek a fenntarthatóvá tétele a fontos. Ugyanígy megjelent az Európai Unióban a fenntartható városi mobilitás, sustainable urban mobility kifejezés az elmúlt időszakban, de ezt is, ha magyar nyelvre fordítjuk, nem mindegy, hogy a fenntartható városi mobilitásról, tehát a városi mobilitásról, vagy a fenntartható város mobilitásáról beszélünk, mert a kettő között nagyon jelentős különbség található. És ami nagyon fontos a fenntartható közlekedés fejlesztés szempontjából, az az integráció, amiről már előbb beszéltem, a különböző közlekedési módok, az egyes szakpolitikák, a különböző térségek, az időtávok, a társadalmi csoportok integrációja, illetve együttes bevonása a fejlesztésbe. És ez a betűszó, ez a SUMP, a Sustainable Urban Mobility Plan, fejezik ki azt, hogy a városok mit tudnak és mit akarnak tenni a következő időszakban azért, hogy fenntarthatóvá váljanak a városok. Tehát a fenntartható városokról beszélünk, és ezek a fenntartható városok mobilitása, a fenntartható módok előtérbe helyezésével hogyan fejleszthető. Tehát nem a mobilitást kell növelni, hanem ezeket a fenntartható módokat és eszközöket kell minél jobban használni, és a mobilitási igényeket ezáltal fenntartható módon kielégíteni. És ez a legfontosabb. És hogy mit is nevezünk fenntartható közlekedésfejlesztésnek, mik azok a területek, amelyek ebbe beletartoznak, ezek nagyon sokrétűek. A korábbi előadásokban is láttuk azt, hogy a fenntarthatóságnak milyen elemei vannak. Én kicsit más szempontból, talán más sorrendben is, más hangsúlyokkal emelném ezeket ki. Elsőként a pénzügyi fenntarthatóság kérdését, ami nagyon fontos a közlekedés szempontjából, mind a költséghatékonyság, mind a fenntartható és kiszámítható finanszírozási keret biztosítása miatt, és itt már a fenntartás vizeire is átevezünk egy kicsit. A másik nagyon fontos az integráció, hogy nem magában fejlesztjük a közlekedést, hanem ez beleágyazva a terület és település fejlesztésbe. Azokat a közlekedési igényeket és a módokat próbáljuk befolyásolni, amelyek kialakultak. Láttuk a Los Angeles-i példát, és tudjuk azt, hogy mit képzelünk el fenntartható városnak. Hát ugye a kettő között azért óriási különbség van, bár a Venice Beach az azért arra hasonlít, de azért önmagában ugye Los Angeles pont, hogy nem a fenntartható városnak a szinonimája, különösen nem közlekedési szempontból. Tehát nagyon fontos az, hogy a közlekedési munkamegosztáson belül a fenntartható közlekedési módokat tudjuk priorizálni, amelyek elsősorban a közösségi közlekedés, gyalogos közlekedés, kerékpáros közlekedés és sokkal kevésbé a közúti közlekedés. Nagyon fontos az, hogy az igényeket
próbáljuk kielégíteni, de ne csak kielégíteni, hanem befolyásolni is, és olyan mobilitási szolgáltatásokat létrehozni, amelyek nem csak az infrastruktúra fejlesztéssel javíthatják a közlekedés helyzetét, állapotát, hanem a szolgáltatások minőségével vonzóvá tudnak tenni olyan közlekedési módokat is az utasok számára, amelyeket korábban talán nem vettek igénybe. És ebből a szempontból a környezetbarát, az erőforráshatékony technológiák alkalmazása, az energiabiztonság kérdése, ugye szintén nagyon fontos terület, illetve fontos eszköz lehet a fenntartható közlekedésfejlesztés szempontjából. Ami szintén nagyon fontos, ez a közlekedésbiztonság kiemelt kezelése, és ez már a társadalmi lábát jelenti a fenntarthatóságnak. Ugye a közlekedési teljesítmény növekedésével egyre jelentősebb lesz a balesetek, halálos balesetek száma is. Ezért nagyon fontos, hogy ezen a területen is beavatkozásokat kell megvalósítani, és ami pont nem látszik a dián, az aktív, tudatos szemléletformálás, hogy próbáljuk úgy átalakítani az emberek agyában azokat a folyamatokat, amelyek esetleg könnyen az autóba való pattanásra vezérelnék őket, hogy az autó helyett más közlekedési eszközöket vegyenek figyelembe. Magyarországon az elmúlt időszakban a fenntartható közlekedés fejlesztés a stratégiákban megjelent, nagy hangsúlyt kapott, különösen a tranzit célokat szolgáló vasútfejlesztés szempontjából, amelyek nem csak Magyarország, hanem az egész Európai Unió szempontjából meghatározóak. Ezen kívül a város és az elővárosi kötöttpályás közösségi közlekedés volt a fókuszban. Nagyon szép a kép, ha megnézzük. A beruházások negyede Magyarországon környezetbarát volt az elmúlt időszakban. Közösségi közlekedés, vízi közlekedés, gyalogos, kerékpáros közlekedés, B+R rendszerek fejlesztése. Rosszabb a kép, ha már a forintok, vagy az eurókat nézzük, a források fele az közúti közlekedés fejlesztésre jutott, tehát korántsem az a fenntartható út az, ami ebből látszik. Viszont azért azt is el kell mondani, hogy Magyarországon az uniós források legfőbb nyertese az éppen a közösségi közlekedés volt, hiszen annyi forrás jutott az ágazatba, amely a korábbi évtizedekben egyáltalán nem volt jellemző. Ha a közútfejlesztést nézzük, akkor látszik a térképen a pirossal jelzett területeken, hogy óriási elérhetőségi időjavulás történt Magyarország jelentős területein. Javult az infrastruktúra, de ugye ez a gyakoribb gépjármű használatra és a növekvő mobilitásra is ösztönöz, tehát éppen a fenntartható közlekedési módokat szorítja vissza, és éppen egy kevésbé fenntartható irányba vezet. Ugye azáltal, hogy a közútfejlesztésre fordítjuk a források nagy részét, ezáltal háttérbe szorul az erőforrás hatékonyság, jelentősen nő a területfelhasználás, nőnek a környezeti emissziók, és ugye a fejlesztések tőkeigénye a fenntartásról is elvonja a forrásokat, és különös az alsóbrendű úthálózat emiatt le is romlik, ami Magyarországon is jellemző volt. Ráadásul hiába hozunk létre új infrastruktúrákat, ha nincs meg a forrás arra, hogy ezeket fent is tartsuk, karban is tartsuk, tehát a pénzügyi fenntarthatóságot is javítani kellene, ami az elmúlt időszakban azért eléggé hiány volt Magyarországon is. Ha megnézzük, mi történt 2007 és 2015 között, azt látjuk, hogy körülbelül 10 milliárd eurót költöttek Magyarországon közlekedés fejlesztésre. A körök mutatják, hogy mely területeken voltak ezek a nagyobb területek, ahol a közösségi közlekedésre mentek a források. Látszik, hogy a főváros mellett azért a vasútfejlesztések, illetve a vidéki városoknak a kötöttpályás közlekedés fejlesztése dominált, és az ország nagy területein komoly források jutottak a közösségi közlekedés fejlesztésére. Ugye a vasútfejlesztés volt az egyik terület, ahova nagyon sok forrás érkezett, több milliárd euró. Ugye kellett is, mert a vasúthálózat hiába jól kiépített Magyarországon, nagyon korszerűtlen az energiafogyasztás szempontjából, a környezetterhelés szempontjából, a lassúság szempontjából, ugye a villamosított vonalak aránya az EU átlag 70%-át sem éri el, nagyon sok a sebességkorlátozás, és hát jelentős infrastruktúrális fejlesztések történtek, több mint 300 km vasútvonalfejlesztés, több mint 100 motorvonatbeszerzés, de összességében azért komoly fejlődésnek nem lehetünk tanulni, nincs sokkal több ember a vasúton, a szolgáltatási színvonal nem változott számottevően, mert nem valósult meg az a komplex fejlesztés, ami kellene ahhoz, hogy igazán vonzó legyen a vasút.
A menetrend nem változott, így az elérési idő ugyanannyi maradt, mint a fejlesztések előtt, mivel nem tudták megvalósítani komplexen a beruházásokat, nem történtek meg azok az intelligens beruházások, a biztosító berendezések fejlesztése, illetve azok a szolgáltatások, amelyek segítenék azt, hogy a vasút vonzóbb legyen, mint annak előtte. Persze voltak helyek, ahol ez sikerült, de összességében azért nem volt jelentős fejlődés, vagy eddig legalábbis nem értek be ezek a fejlesztések. Sokkal jobban megvalósult ez a városi közlekedésben, ahol ezek a komplex fejlesztések, ezek sokkal érettebbek voltak. A villamos fejlesztések, jellemzően villamos fejlesztések közterületrendezéssel, járműbeszerzéssel, intelligens technológiák kialakításával járt együtt, és így a közösségi közlekedés versenyképessége a városokon belül jelentősen tudott javulni ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően. De nagyon fontos az, hogy a különböző közlekedési rendszereket, közösségi közlekedési rendszereket, esetleg a kerékpáros közlekedési rendszerrel összekapcsolva tudjuk fejleszteni, de nagyon fontos a szolgáltatások hozzákapcsolása és a menetrend és a tarifa rendszernek az összehangolása, hiszen ezáltal lehet igazán vonzó az utasok számára. De ami nagyon kiemelt terület volt Magyarországon, a kerékpáros fejlesztés. Magyarország fordította az összes európai ország közül a legtöbb uniós forrást kerékpáros fejlesztésre, és Magyarország, Hollandia és Dánia után a harmadik legkerékpározóbb ország Európában. Ehhez hozzájárultak ezek a fejlesztések is, amik az elmúlt években megvalósultak, de itt is elmondható, hogy azért ezek jelentős részben infrastruktúra fejlesztések voltak, kevésbé valósultak meg a komplex fejlesztések, a szolgáltatásfejlesztés, a közlekedési láncba való integrálása a kerékpárnak, a rekreációs fejlesztésekkel való összehangolás, tehát ezeken a területeken azért komoly fejlesztések várhatóak, vagy szükségesek. De ha megnézzük a térképet, a zölden jelzett területeken, a napi közlekedési utazásoknak több mint a negyede kerékpárral történik, azért ez elég jelentős területe terjed ki Magyarországon, és ha megnézzük, hogy a fejlesztések hol valósultak meg, azért látszik, hogy elsősorban ezekre a területeken, ahol igazán igény, meglévő igény mutatkozik, ott történtek ezek a fejlesztések. Fontos lenne persze, hogy olyan igényeket is kielégítsünk, amelyek ma még nem feltétlenül jelentkeznek, de az embereket próbáljuk afelé terelni, hogy a kerékpár ott is ráüljenek, ahol dimbes, dombosabb a táj, vagy kevésbé van benne a tradíciókban a kerékpározás. Pár gondolatot arról, hogy vannak olyan fejlesztések is, amelyek kevésbé ágazatokhoz kapcsolódnak, de a közlekedési rendszer egészét nagy hatásúan tudják befolyásolni, akár fejlesztési, akár szabályozási eszközökkel. Már az intermodalitásról, illetve az intelligens közlekedési rendszerekről beszéltem, amiről mondtam is, hogy voltak azért eredmények Magyarországon. Pár gondolatot inkább a közlekedés biztonságról. Ugye Magyarországon nagyon sokat javult a közlekedés biztonság az elmúlt időszakban. Ez a grafikon is mutatja, hogy a halálos balesetek száma több mint felére esett vissza az elmúlt időszakban, de még mindig magasabb annál a célnál, amit a stratégiák kitűztek 8-10 évvel ezelőtt. Nagyon sokat változott a közlekedési kultúra és a biztonság, a szemléletformálás és a szabályozás eredményeképpen is, de azért ez az ábra mutatja azt, hogy elsősorban ott javult a közlekedésbiztonság sokat, ahol a fejlesztések is megvalósultak. Tehát a fejlesztéspolitika nagyon sokat tud tenni, amellett persze, hogy a szabályozásnak, illetve a szemléletformálásnak is szerepe van, maguk a fejlesztések is sokat tehetnek azért, hogy a közlekedésbiztonság javuljon. És akkor néhány gondolat arról, hogy mik azok a területek, ahol jelentős lépéseket lehet tenni azért, hogy fenntarthatóbbá váljon a közlekedési rendszer. Ugye az egyik, amit már részben említettem, hogy az infrastruktúrális fejlesztések mellett nagy hangsúlyt kell helyezni a szolgáltatások fejlesztésére is. Például a vasútállomásokon hozzájutni olyan szolgáltatásokhoz, amit a vasútról buszra, vagy buszról vasútra, vagy kerékpárról vasútra való átszállás idején az emberek igénybe tudnak venni, és egyfajta ilyen városi alcentrum szerepet tudnak betölteni ezek az intermodális központok, vagy átszállóhelyek. Ugyanígy a szemléletformálásra is nagy szükség van, és ezen a területen is komolyabb lépéseket kell tenni, ami már a kerékpáros közlekedés területén azért jelentős részben megvalósul, de a közösségi közlekedés területén azért ez itt még van nagyon komoly tennivaló. Fontos lenne, hogy
a közlekedési igényeket valahogy próbáljuk meg mérsékelni. Ugye ez mindenkinek egy egyéni feladata is, de azért társadalmi szinten is fontos lenne, hogy különösen a személyautóval megtendő közlekedési igényeknek, illetve a közlekedési megoldásoknak a mérséklésére, és a biztonságos közlekedési magatartás formáknak a fejlesztése is a szemléletformálás eszközeivel érhető el leginkább. Nagyon fontos lenne az, hogy a közlekedési igényeket úgy elégítsük ki, hogy megoldjuk a problémákat, de közben az igényeket is befolyásoljuk a fenntarthatóság és a hatékonyság érdekében. De ezért is van szükség, hogy olyan stratégiákat hozzunk létre a városokban, amelyek együtt tudják kezelni a területhasználat alapú tervezést, az árképzési rendszereket, tehát a közgazdasági oldalt, a nem motorizált közlekedési módokat kiszolgáló infrastruktúrát és a tiszta járművek energiaellátását biztosító létesítményeket. Mert ezek együtt tudják igazából hatékonyan és fenntarthatóvá tenni a közlekedési rendszert. De nagyon fontos az, hogy tovább kell erősíteni a teljes utazási lánc javítását, meg kell újítani egyben a járműparkot és az elektronikus jegyrendszer bevezetésével, gyorsítani kell ezeket a rendszereket, és végül a pénzügyi fenntarthatóság kérdését már menet közben meg kell valósítani, tehát olyan infrastruktúrákat szabad csak megépíteni, amelyek hosszú távon finanszírozhatóak és hosszú távon fenntarthatóak, mert a folyamatos fenntartás, karbantartás talán a legfontosabb része aznak, hogy fenntartható közlekedési rendszerek hosszú távon működőképes és vonzó közlekedési rendszerek lehessenek. Igyekeztem betartani az időkorlátot, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Hadd konferáljam fel, szabad azt mondani, kedves barátomat és kollégámat a Pécsi Tudományegyetemről, aki fiatal kora ellenére egyrészt nagyon sokat tett a pécsi közgazdasági képzésért, hiszen intézetvezető, dékán helyettesként nagyon sok tudományos és szervezési feladata volt, de egy kiváló gyakorlati szakember is, aki különböző projekteket vezet és irányít a gyakorlatban is. Többek között az a Diaspora projekt, amiről most az előadását fogja tartani. Illetve hát egy nagyon fontos üzenet, ugye, hogy a Pécsi Egyetem fennállásának 650. és itt nem elszólás van, tehát 650. évfordulóját ünnepli, és ez egy olyan ünnepségsorozat, ami egy óriási nagy projekt is, ugye ez a event management és a project managementnek valamilyen meccéspontja. Jarjopka Ákos kollégánk ennek a projektnek is a vezetője, úgyhogy elméletileg megalapozott és nagyon, gyakorlatban nagyon releváns előadást fogunk hallani tőle. Parancsolj! Köszönöm szépen, nagyon köszönöm a baráti hangot és a szép felkonfot, és üdvözlök mindenkit, aki kitartott ezen a késői órán. Egy történetet szeretnék elmesélni, egy olyan történetet, ami körülbelül 5 évvel ezelőtt indult, és remélhetőleg happy end-el fog zárulni, vagy sosem fog lezárulni. Valóban, ahogy Lajos barátom említette, körülbelül 5 évvel ezelőtt a Pécsi Tudományegyetem egy egészen más stratégia alapú koncepcionális gondolkodást próbált meg elkezdeni. Ennek egyik részterülete az volt, hogy, és ma is az, hogy nemzetköziesebbé tegyük az egyetemünket, újra pozícionáljuk nemzetközi szintéren. Másik része pedig egy úgynevezett érzékeny egyetem koncepció volt, amelynek az a lényege, hogy olyan társadalmi csoportok felé nyissunk, amelyet idáig a Pécsi Tudományegyetem vagy a magyar egyetemek nem tekintettek annyira a látókörükbe tartozónak. Így aztán befogadásra került az előző, ebben a rektori ciklusban, ami mostanság fog lejárni, az úgynevezett Diaspora projekt. Ez a Diaspora projekt abból a gondolatmenetből táplálkozik, hogy a magyar történelem sajátosságaiból következően számos olyan időbeli ciklus, kataklizmikus esemény következtében jó páran, több millióan Magyarországon kívül, az anyaországon kívül rekedtek,
itt most nem szeretnék olyan fajta vitákba keveredni, hogy mi a diaszpóra és mi nem, hiszen a Kárpát-medencei magyarságot nem diaszpóraként kezeljük, hanem tömb- és szorványmagyarságként, de a világban szétszóródott magyarság bizonyos sejteit diaszpórának tekinthetjük. Szóval ez a fajta gondolatmenet, ez megjelent abban a programban is, amely a magyar kormány kormányhatározatában a Pécsi Egyetem alapítást egyfajta magyar felsőoktatás ünnepévé és a Pécsi Egyetem alapítás emléknapjává nyilvánította. Ez szeptember 1-je, és hát ezúton is ez a reklám helye, hogy a mínusz harmadik napon vagyunk, tehát 3 nap múlva szeptember 1-én fogjuk ünnepelni a 650 éves magyar felsőoktatást a Pécsi Egyetem alapítás kapcsán. Mi is ez a projekt, és mi történt az egyetem alapítás környékén? 1367-ben 5. Orbán pápa rendeletével úgynevezett Studium Generale jött létre. A Studium Generale nagyjából azt jelentette, mint Közép-Kelet-Európában, vagy Közép-Európában általában, a hitélethez tartozó tanokat nem, de a többi művészethez tartozó tudományos disziplinákat lehetett tanítani. Tudjuk nagyon jól, mi magyarok, hogy ez nem volt egy 650 éves kontinuum, de azt is tudjuk, hogy miért nem, a török hódoltság volt leginkább az oka. Mi azért a tudományos berkekben látjuk annak is a hátterét, hogy bizony már akkor is financiális okai és hátterei lehettek annak, hogy nem volt ez olyan folytatólagos. A Diaspora projekt azt tűzte ki célul, hogy több évtizedes egyetemi tapasztalatok, egyénileg meglévő kapcsolatok, magyar származású tudósokkal, fiatalokkal, társadalmi csoportokkal, hagyományőrző egyesületekkel, az valamelyest integráltan jelenjen meg a szervezeti stratégiában, és ezt összetudjuk gerebjézni, és ezáltal egy olyan fenntartható hálózatot hozzunk létre, amelyel már olyan projekteket tudunk indítani, amelynek vannak tudományos vonzatai, vannak kulturális programjai, hagyományőrzése, és így tovább, és így tovább. Ebben az esetben tehát arról beszéltünk, hogy az úgynevezett Triple Helix modell egy élő szervezeti formában valósul meg. Ennek a projektnek a megalapítása 2017. március 31. és április 2. között történt meg, tehát nem mondhatjuk azt, hogy túlságosan erős tradícióval rendelkeznénk, de hát hála Istennek és hála a szervezőknek, meg a sok együttműködő partnernek ez ebben a formában tudott megvalósulni. Mint láthatják, ez alatt a 3 nap alatt 107 résztvevővel 15 különböző országból érkeztek a magyarság képviselői, és itt nem csak a Kárpát-medencei magyarokat értem, hanem Olaszországon, Svédországon, Németországon keresztül, Indiából, Ausztráliából, Argentínából, Uruguayból, Ohio államból, az Amerikai Egyesült Államokból, Ottavából jöttek a magyarság képviselői, és tettek hitvallást a célokért. Mik is ezek a célok, ki is támogatja ezt a projektet? Nagyon magas szintű elismertségét sikerült kilobbiznunk ennek a projektnek, ha szabad ezzel a kifejezéssel élnem. Tehát az aláírók között nem csak kulturális államtitkár urat, vagy a nemzetpolitikai államtitkárság képviselőit értjük, hanem a város legmélyebb pozitív hozzáállását is sikerült megnyernünk. Ez rendkívül fontos, hiszen hogyha helyszíne akarunk lenni, egy hábi akarunk lenni egy ilyen közösségépítő tevékenységnek, akkor az a város nélkül, a befogadó környezet nélkül nem történhet meg. Mondom én ezt itt Kőszegen, nyilvánvalóan, hiszen ahogy a mai nap elhangzott, ez a fajta együttműködés, amit én itt tapasztalok az itteni előadók szájából is, ez hasonló vértezetben jelenik meg Kőszeg és az ISZ, vagy a Pannon Egyetem együttműködéséből. Szóval egy nagyon széles körű bázison alapulva jött létre ez az alapítás. Egy kartában foglaltuk össze azokat a gondolatokat, amelyek mentén kívánunk elmozdulni, és hát ezek aztán nem csak felsőoktatási tevékenységet jelentenek, talán látható és olvasható itt, hogy az, hogy szeretnénk megőrizni
a magyar hagyomány értékeit, az, hogy a magát, a magyar nyelvet szeretnénk ápolni. Csak egy mellékes példa, hogy Brazíliában, São Paulóban, múlt év szeptemberében indult újra a magyar oktatás. Ez furának hangzik, ugye? Hiszen mit keresünk mi Brazíliában? Aki egy picit többet gondolkodott, vagy kutatott már a témában, az talán tudja, hogy körülbelül 100-150 ezer magyar, vagy magyar származású ember él São Paulo és környékén. Magyar felsőképzés is van São Paulóban, és egyetemi intézeti szinten is, hungarológiai intézet indult a São Paulói Egyetemen. Tehát el tudtunk indítani olyan fajta projekteket, amelyek egyrészt kulturális jellegzetességekkel bírnak, másrészt felsőoktatási projektként működhetnek, harmadrészt pedig tudományos kutatási projektek fordultak ki ebből, és mint projektmenedzsmentet oktató, és ebből a szempontból hasonló területeken nevező vagyunk Lajossal, ezek számukra igazán kedvesek, és ezeket a továbbiakban is vinni fogjuk. Néhány ismeretlen arc lehet, vagy némelyeknek ismerős arc lehet, hogy kikírták alá ezeket ezt a kartát. Közösséget építünk, és ez a fajta tevékenység, mint az a networking, azt nagyon gyakran azzal a kritikával illettek minket, amikor nem hoztuk még létre ezt, csak gondolkodtunk ezen a szövetségen, hogy hát ez nem jó, mert hát van egy olyan magyar mondás is, hogyha már hárman vannak magyarok, azok biztos négy fele futnak, és én nem értek egyet ezzel a fajta gondolkodásmóddal. Nagyon hiszek a közösségépítésben. Több olyan példát is tudnék sorolni a saját életemből is, ahol a közösség által tudtunk létrehozni jó dolgokat, és így próbálunk gondolkodni. De ha visszagondolok a magyar történelemre, egy nagyon szép ellenpéldát tudok mondani, hiszen mondjuk a hét vezérnek a vérszerződése, ha megvan itt a magyarokban, ugye, az egy nagyon szép networking kezdete, nem? Tehát Árpád elődontkontas huba töltöm, nagyon komoly networkinget építettek, bár úgy hívom, ez a network kifejezés nem igazán ezer éves a magyar kultúrában, de mégis azt tudom mondani, hogy egy nagyon komoly kezdeményezés, egy nagyon komoly dolog lehetett, szóval ne gondoljuk azt magunkra, hogy nem tudunk együtt dolgozni, inkább azt érdemes keresni, hogy hol és milyen területeken tudunk. Úgyhogy itt nem különálló emberek vannak, hanem a mi közösségünk tagjai, mint lehet látni, április óta 14 országból a világban 61 tagunk van, 27 olyan magyar szervezetet foglal már magában ez a karta és ez a projekt, akik együtt működnek. De miben működünk együtt? Csak ezen az őszön két olyan tevékenységet végzünk, vagy két olyan dolgot teszünk, amely már megerősíti ezt a szövetséget. Az egyik egy pécsi alapítvány 25 éve dolgozik a határokon túli magyarságért egyesület, főként a Kárpát-medencében, amelynek ünnepelni fogjuk a fennállását. Másrésztről pedig megpróbálunk kitekinteni. Mind a mellett, hogy érzelmi szálak kötnek össze minket, ez egyáltalán nem lehet terhes, főként, hogyha valaki a közgazdaságtudomány területéről érkezik, vagy a gazdaságból érkezik, ha ezzel pénzt lehet keresni. Hogyha az értéket, az összetartozás értékét valami hasznossá, pénzügyileg mérhetővé tudjuk tenni. Az Open for Business találkozó egy ilyen matchmaking event, ilyen B2B találkozóknak a szintere, és a Pécs Baranya-megyei kereskedelmi kamarával együttműködve dolgozunk ezen. Ők már ezt múlt évben is megrendezték, de ez évben az lesz a specialitása ennek, hogy lesz egy olyan szála, lesz egy olyan missziója ennek a találkozónak, hogy kárpát-medencei, illetve magyar szervezeteknek a gazdasági együttműködését fogjuk megalapozni. Tehát ez innentől kezdve nem kulturális, nem tradíció, nem hagyományőrzés, hanem innentől kezdve ez már biznisz. Tehát ez már innentől kezdve azon múlik, hogy hogyan tudjuk gazdasági erővé transformálni ezeket a kezdeményezéseket. Hogy miket szeretnénk megtenni még? Minden évben szervezünk konferenciát, erre megvan minden lehetőségünk, az anyagi hátterünk biztosított ezen a téren. Van egy olyan lehetőségünk, hogy az OHI magyaroknak, az HLMDI-nak, a Hungarian Development Panelnek az éves konferenciát, az úgynevezett Paprika Bált. Itt rendezzük meg majd jövő évben Pécset. A képviselők már
le is járták a terepet. Emellett pedig szeretnénk a felsőoktatásban olyan magyar származású professzorokat meghívni vendégelőadónak, illetve vendégprofesszornak, és ezt kiterjeszteni kölcsönös kapcsolatrendszeré hálóvá, ahol a magyarságukat is újraélhetik ezek az előadók, és másik oldalról pedig mi is kapcsolatokat teremtünk Pécsi Tudományegyetem szintjén, legyen az bármilyen tudományterület. Emellett olyan a hallgatóknak szóló metodológiai konferenciákat rendezünk, ahol kifejezetten a kiváló hallgatókat próbáljuk meg megtalálni, és mindenütt segíteni ösztöndíjakkal őket. Csak egy példát mondok, jelen pillanatban Ausztráliában van egy magyar iskola, ahol akikkel kapcsolatot teremtettünk, és őket, az a magyar iskolában lévő harmadik, negyedik generációs magyar fiatalokat, az itteni mi hallgatóink, a Pécsi Tudományegyetem bölcsészettudományi karának, illetve a tanárképző karának a hallgatói tanítják magyarra Skype-on. De ezt meg lehetett tenni, ennek nincsenek mostanában már technológiai problémái, hogy ne lehessen megtenni. Ugyanakkor olyan kulturális missziót is folytatunk, hogy a skandináviai magyarok történetét feldolgozó, illetve archiváló köteteegyüttest Magyarországra tudjuk hozni, vagy próbáljuk Magyarországra hozni. Nyilvánvaló potenciális kutatási terep lehet ez a dolog, és hát még egyet említenék, ami egy konkrét projekt. Megint csak nem tudunk nagyon sok mindent arról, hogy miért híresek a magyarok külföldön. Argentinában, Buenos Airesben a leghíresebb építész fivérek a kálnai fivérek. Rendkívül sok híres és manapság is használt épületet építettek, és róluk készítünk egy történeti filmet, amelyet terveink szerint jövőre fogunk tudni bemutatni. Rendkívül lényegesnek érzem azt, hiszen ez a kultúrápolás, ez minket, magyarokat, az anyaországbeli magyarokat is nagyon sokszor meglepő tények elé állít. Alig tudunk valamit azokról a magyarokról, akik elhagyták a hazájukat, nem feltétlenül gazdasági indokok alapján, és ott híressé váltak, ott hozzátettek a közösség építéséhez, és ezáltal mi is többek lehetünk, hogyha ezt felismerjük. Ez az én véleményem. Nos, hogyha érdekli önöket a Diaspora program, akkor néhány olyan fejlemény, ami megtörtént. Azután a következő Keresei János barátomnak az együttműködéséből származóan mind a kommunikációs megjelenésünk, platformjaink, mint pedig a logónk is elkészült. És hát a legújabb fejlemény, ami tulajdonképpen most kerül be ebbe a slideshowba is, hiszen egy hónapja alapult, egy olyan fajta egyesület, amelyik azokat az ötleteket van hivatva megvalósítani, amelyek mondjuk úgy, hogy nem férnek el egy felsőoktatási intézmény alaptevékenységébe. Tehát olyan fajta kulturális, hagyományőrző, olyan fajta rendezvények, közösségépítő rendezvények. Mondok egy dolgot, mondjuk a horvát határ mellett a Kopácsi réten ugye híresek a tűzdelt ponty nevezettő ételek, aki járt már arra és evett belőle, az tudja, hogy miről beszélek. Egy ilyen induló projektünk, hogy hungarikummá tudjuk minősíteni ezt a tűzdelt pontyot. Nem könnyű, hiszen nem Magyarország területéről származik. Ez egy több éves projekt. Nyilvánvalóan, hogy ez nem feltétlenül a Pécsi Tudományegyetemnek a dolga, de egy civil egyesület ezeket a célokat is magáival tudja tenni. Köszönöm szépen a figyelmet! Következő előadónk a Jajabka Ákos által is felkonferált Keresnyei János. Hadd mondjam személy szerint azt, hogy nagyon szeretem azokat az embereket, akik kreativitás területéről jönnek, pláne akik kreatív iparágat képviselnek, és Keresnyei János, aki a Kulturális Innovációs Kompetencia Központban a kreatív ipari klaszternek az igazgatója. Tulajdonképpen egy nagyon érdekes projektről fog beszámolni, amiről azt gondolom, hogy itt Kőszegen is, és a hasonló történelmi városoknál tudjuk hasznosítani az ő tapasztalatait, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk az előadást. Parancsoljon. Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Ahogy Lajos is mondta, gyakorlatilag én a kultúra előállító oldalán szeretek szerepelni.
mi gyártjuk azokat a dolgokat, a klaszterünk tagjai, amely között ugye a hármas Helixnek megfelelően van tudásközpont, tagunk a kamara is, mint a policy oldalnak. Gyakorlatilag most már ugye Quadrilup Helixről beszélünk időnként, tehát a kamara is ott van, mint a policy gyártásért felelős szervezet, illetve a vállalkozások vesznek részt a rendszerben. És hát magunk az egyesületünk több mint 10 éve alakult, és a klaszterünk is 10 éve ezelőtt alakult, és most egy olyan kezdeményezést szeretnék bemutatni, amely azért elég jól illik a kreatív városok elképzeléshez. Nem ez az első eset, hogy ilyenbe vágtuk a fejszénket. A Forget Heritage projektünkről van szó, ezeket a témákat fogom röviden érinteni, megígérem. Mindjárt egy nehéz mondattal kezdem. Rodney Harrison, brit kutató, remek, angolul nagyon jól hangzó mondata, magyarul azért elég nehezen értelmezhető. Tehát felejteni, hogy emlékezzünk, és emlékezni, hogy felejthessünk, ez egy oximoronnak hangzik, vagy egy paradoxon tár fel, de igazából arról van szó a cikkben, amit ott alul láthatunk hivatkozva. Arról van szó ebben a cikkben, hogy ahhoz, hogy bizonyos dolgokat meg tudjunk tartani magunknak, ahhoz bizonyosokat el kell engednünk. És ahhoz, hogy emlékezni tudjunk fontos dolgokra, ahhoz bizonyos dolgokat el kell felejtenünk. És ahhoz, hogy felejteni tudjunk dolgokat, emlékeznünk kell, hogy mit kéne elfelejteni. Tehát valahol ezzel a paradoxonnal kezdi Harrison a papírját és gyakorlatilag is a cikkét, és gyakorlatilag ezzel ennek a szellemiségében kezdődik a történet. Gyakorlatilag arról van szó, hogy magára hagyott, emblematikus városi épületek újrahasznosítására hogyan dolgozhatunk ki egy modellt. A feladata ennek a rendszernek, hogy egy modellt és eszközöket dolgozzon ki hozzá, és 8 példa projekten keresztül be is mutassa, hogy ez működik, majd aztán validáljuk ezt a modellt. Tehát gyakorlatilag egy modellépítését vállaltuk, hát rendesen kapunk hozzá pénzt, tehát ez egy 2,5 millió eurós Central Europe projekt, ezeken a területeken lehet észrevenni majd a változásokat először, és reményeim szerint aztán a modell használata el fog terjedni azért némiképp Európa más tájain, és nekem, mint a projekt kommunikációs vezetőjének az a feladatom, hogy ebben mindent elkövessek, hogy ez megtörténjen. Jelenleg azért még olyan túl sok eredményünk nincsen, hiszen 1 éve kezdtük a projektet, és 2019 májusáig fog tartani, de ahogy ez a Central Europe projekteknél szokott lenni, lehet, hogy egy fél évvel hosszabbodik. Elég nagy az összefogás is elég nagy a terület, amit lefed. Ljubljanában 2 partnerünk van, mert az összes többi partnerünk önkormányzat, de Ljubljanában a ljubljanai önkormányzat mellett még van egy gazdasági kutatóintézet, egy magánkutatóintézet, amelyik ebben részt vesz, illetve mi pedig a kommunikációs feladatokat látjuk el. Saját magunkról, a kreatív ipari klaszterről, ez a 2 nagy Interreg projektünk, ami felhatalmaz bennünket arra, hogy ebben a projektben merjünk egyáltalán bármit tenni. A Creative Cities az ennek a projektnek az elődje volt, mind a 2 Genova városa kezdeményezte, és ez elég jól érthető, hiszen Genova városában nagyon komoly krízist okoznak az épített örökségű épületek, ugye a Rolli Palacira, ha gondolunk. Megörökölte a város a fantasztikus reneszánsz palotákat, melyek érintetlenül maradtak. Genova városa 70 km hosszú, és csak 5 vagy 10 km széles helyenként, tehát egy nagyon nagy területről kell gondolkodni. Creative Cities projektünknek 2 célja volt, az egyik, hogy ezt nagyon büszkén merem mondani, hogy a mi klaszterünk mintájára kreatív ipari klasztereket hoztunk létre a résztvevő városokban. Genovában ez mondjuk egy virtuális klaszter lett, mert nem elvárható, hogy valaki 70 kilométert utazzon egy klaszter központot leglátogatására, de a többi városban ez létrejött, illetve a dél-kelet-európai projektünkben pedig Veneto régióban a cipőgyártó több mint 300 éves klaszternek jutott eszébe, hogy miért csak a Gucci viszi el az ő cipőjét, amikor a turisták is elvihetnék pontosan onnan, ahol ez készül.
És ugye senki nem tudja, hogy ezek a nagy cipőmárkák, ezek bizony Veneto tartományban, Pádovában és környékében készülnek el. Tehát ők ilyen gyári outleteket találtak ki, és ehhez találtak partnereket. Az volt a lényeg, hogy a tradicionális kreatívipari helyszíneket turisztikai útvonallá fejlesszük. Ez elég jól sikerült egyébként, és a mi városunkban is van egy orgonaépítő manufaktúra, amelyik azért a világpiacon ismert. Nem sok orgona épül ugye a világban minden nap, és ők például már jegyet szednek a látogatásért, mert annyira látványos az, amit csinálnak, ott öntik az orgona sípok anyagát, és onnan egészen az orgona felépüléseig lehet látni, hogy mi történik. Mi inspirálta a projektünket, tehát a magára hagyott területek, magára hagyott épületek, kreatív ipar segítségével történő renovációját és új funkcióinak megtalálását. A Genovai Maddalena negyed ismert nehézségeiről, ugye ez egy nagyon szűk utcákból, sikátorokból álló, egész nagy kiterjedésű negyed, Genova, mint kikötőváros, multikulturális több száz éve, és az ottani mafia működése is nagyon erős volt. Hát maga a város elindított egy projektet, hogy igyekezett feltárni ezeket a mafia kapcsolatokat és a mafiától elvett ingatlanokat közösségi célokra használni. Erről nyíltan beszélnek a városban, és a bűnözést erősen visszaszorítani, és az oda betelepült embereknek pedig közösségi tereket hoznak létre a kreatív ipar segítségével. Így történt aztán az, hogy Genovában egy Európai Uniós projektben a piros lámpás ház mellett a helyi kézműves mézesboltot látogattuk. A baloldali épületet természetesen kihagytuk. De a dolgok így zajlanak mind a mai napig ott a Maddalena negyedben, és a Creative Cities projekt nagyon sokat segített, illetve szintén a Maddalena negyedben található az Altrove Színház, amely, mint láthatjuk, egy csodálatos reneszánsz épület, amelyet a reneszánsz értékek megtartása mellett egy igazi közösségi térre, egy szabad gondolkodású színházzá formáltak, és ahova a kreatív ipar segítségével a közösség el tud látogatni, illetve fenntartható maga, mert hát működik színházként, étteremként és könyvtárként is a helység. A várható eredményei a projektnek: elsősorban a városlakók bevonása szükséges ahhoz, hogy a magukra hagyott épületekre minél több kreatív ötlet jöjjön, és maguk a városlakók is elfogadják azokat az új funkciókat, amiket majd remélhetőleg a kreatív ipari vállalkozások visznek. Ehhez egy applikáció fejlesztését is vállaltuk, rövidesen kész lesz az applikáció is, a guideline pedig már készen van. A management modellt és policy handbookot fogunk elkészíteni és átadni, illetve training modellt kell létrehoznunk, és le is kell bonyolítanunk 29 tréninget a projekt során. De a legizgalmasabbak az úgynevezett pilot action-ök, tehát a mintamodellek lesznek, amikor is minden város vállalta, hogy egy-egy épületet vagy egy-egy kisebb területet átalakít, és megvalósítja azt, amit a projektben vállaltunk. Ez egy elég meredek vállalás egyébként, majd hogyha most mindjárt megmutatom, hogy mik ezek a pilot action-öket, némelyik egészen lepusztult környezetről beszél. Nyilván ez most már így, ahogy a projekt halad előre, látszik, hogy a lehetőségek azért kicsit korlátozottak, tehát igyekeznek azért megvalósítható ötleteket létrehozni. És ennek alapján majd meg fogjuk látni, hogy mi jön ki ebből az egész projektből, hogyan sikerül létrehoznunk a metodológiát, hogyan sikerül megalkotnunk a modellt. Ennek a modellnek a vége az lesz, hogy egy stratégiai menedzsment javaslatot fogunk létrehozni, maga a modell ez lesz. A pilot akciók pedig, Genovában van ez a gyönyörű épület, és ennek a lodzsának, ennek egy négyes hasznosítását, négy irányú hasznosítását gondolták el, és ebből lesz egy zenei központ vélhetően, ez a terv. A Ljubljanában működik ma is ez az épület, amely egyébként Valentin Vodnik szülőháza, és az a
terv, hogy ennek egy bizonyos területén egy írói közösséget alakítsanak ki, és valóban publikálásra alkalmas művek készüljenek, és egy írói hub jöjjön létre. Nürnbergben a Zébau az nem egy üres épület, hanem a Zébauban nagyon jó bulik vannak és hatalmas rendezvények, viszont az az elképzelés, hogy egy közösségi kert programot hozzanak létre az északi kert oldalon. Bütgösben pedig egy régebbi épületről van szó, amely ebben az utcában található, és elfelejtettem fölírni az utcanevét, de szerintem ezt mindenki megbocsátja most e pillanatban. Ebben a házban audiovizuális és közösségi média, illetve játékok fejlesztésére alkalmas coworking helyet szeretnének létrehozni, ami working, munkahely, tudásközpont és képzőközpont is lesz. Itt a nagyobb kihívás Riekában, ez egy korábbi papírgyár, és ebből a korábbi papírgyárból, ugye a folyó mentén, ahogy valaki ismeri Riekát, akkor ott lehet látni, hogy a folyó mentén ez a régi papírmalomból létre szeretnének hozni egy rock és kortárs zenei központot, tehát egy alternatív kulturális központot szeretnének létrehozni, ami egy nagyon jó ötlet egyébként. Kérdés, hogy ebből hogyan lehet magát a fenntarthatóságot létrehozni, ez még mindig Riekában is egy kérdés, ez egy nagyon kérdőjeles projekt, de nem baj, mert pont ezért van ez az egész Forget Heritage projekt, hogy mit lehet kezdeni ekkora méretű ilyen problémákkal. De hogy akkor nézzünk még egy nagyobb problémát. Ústí nad Labem Prágától nem messze van, a német határhoz közel, és ez a Předlice negyede, ez egy negyed. Ez nem egy üres utca, hanem 8-10 teljesen üres utca, ami mind a mai napig üres, egy teremtett lélek nem lakik benne, és így néznek ki benne a házak. Az a terv, hogy itt legalább egy olyan kiállítást hozzanak létre, amely Jaroszláv Foglárnak, aki gyermekíró volt, és a gyermekirodalom nagyon emblematikus alakja, legalább az ő emlékére létrehozzanak egy állandó kiállítást, és aztán az iskolai környezet oda vonzásával elkezdjék életre hozni ezt a negyedet. Milánóban pedig a dohánygyár komplexuma az, amelyet szeretnének átalakítani, mint láthatjuk, belül hatalmas terek vannak, és oda a kreatív ipar betelepítésével szeretnének pozitív töltést adni a területnek, és egy élő területté varázsolni. Erre azért Liverpoolban vannak példák. Ugyancsak Varsóban, az Észak-Prága negyedben az itt látható piros épületben, ott fölül már látszik, hogy néha azért egy jó murál festéssel egészen meg lehet változtatni egy épületnek a külalakját, de itt az itt látható körülbelül 3500 négyzetméteres területésen egy kreatív központ létrehozásán dolgoznak. Mindenki mondhatja, hogy hát ezek hatalmas tervek, hogy fognak ezek megvalósulni. Nyilván ezek városi önkormányzatok, amelyek részt vesznek, jelentős forrásokkal rendelkeznek ahhoz, hogy megtegyék, és nagyon sokszor nem is a pénz hiányzik hozzá, hanem az a kreatív összefogás és az a kreatív erő, amelyet a kreatív ipari vállalkozások képesek megtenni, illetve a lakossági összefogás tudja ezt létrehozni. Éppen ezért szeretném bemutatni például a guidelines, amelyet most készítettünk el. Ez ugye négy fontosabb elemből áll ez a guideline. Először is magát a problémát tárja föl, hogy a városban ezek az üresen álló épületek, mint szellemhelyiségek működnek, ami nagyon komoly probléma. Aztán a tudást össze kell rakni, és a tudásban a tudás rendszerét kell ennek összerakni, gyakorlatilag a pilotprojektek tapasztalatait, a stakeholderekből
egy networket kell, egy hálózatot kell formálni, és még további benchmarkokat kell kutatni, hiszen vannak kiváló példák az ilyen jellegű hasznosításra. Ennek alapján új funkciókat kell keresni, új pénzügyi modelleket kell kidolgozni, ami az adott városban működik, és amely esetleg közösségi, a közösség bevonásával és újfajta pénzügyi konstrukciókkal létrejöhetnek, és promotálni kell a helyet a lakosság körében, akár idegenvezetéssel, akár más elképzelések során, elképzelésekkel, rendezvényekkel. Aztán pedig föl kell építeni a modellt, hogy hogyan vonjuk be a lakosságot, hogyan tervezzen közösen a lakosság bizonyos csoportjai, a kreatív vállalkozások és a városvezetés, hogyan dolgozzon közösen, ennek mik legyenek a módszertani lépései, és kommunikációs eszközöket is érdemes fejleszteni. Itt az utóbbinál megemlíteném, hogy például a Szeged városa nagyon előjár ebben, mert egy szegedi ismerősömtől tudom, de csak a múlt héten hallottam, és még nem volt módom kikutatni, hogy állítólag a szegedi ingatlankezelő plakátokat tesz ki az üres épületekre, és létrehozott egy webfelületet, ahova bárki feltöltheti az ötletét, hogy mit kéne azzal csinálni. Felveszik vele a kapcsolatot, és már van is pozitív példája ennek. Ez magától megtörtént Szegeden, vagy gondolom azoktól, akik ebben okosan gondolkodtak. Erre próbálunk modellt építeni. Igyekeztem gyors lenni, elnézést kérek a fordítóktól, hogyha ez túl gyors volt. Köszönöm szépen a figyelmet. Most következik egy újfajta kísérletnek és egyfajta környezeti monitoring rendszernek a bemutatása. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a IASC keretén belül big data scientistok és környezetvédelemmel foglalkozó szakemberek dolgoznak azon, hogy egy tényleg élő és ez a klasszikus networkinget megvalósító környezeti monitoring rendszert hozzanak létre. Pach Péter és Morzsa László kollégáink állnak az élén ennek a fejlesztésnek. Sajnos Pach Péter egy másik elfoglaltsága miatt nem tudott ma jönni, de Morzsa László Big Data szakértőnk mutatja be ezt a rendszert, ami még egyszer mondom egy saját fejlesztésű rendszer, és természetesen a fejlesztésnek egy fontos mérföldkövéhez értek, de még korán sem fejezték be a projektet, tehát az aktuális állásról is fog beszélni. Üdvözlöm a kedves résztvevőket. Ugye, mint a kollégám is jelezte, ez még egy pilot projekt, és lényegében egy meglévő problémára szeretnénk javaslattal élni. Ugye jelenleg a környezetünkben rengeteg problémával találkozunk. Itt látható a képernyőn is, hogy illegális hulladékokkal, szagokkal, esetleg zajjal terhelik a környezetünket, ami sok esetben zavarja a lakosságot. És a lakosság pedig nem tudja, hogy hova forduljon, vagy hogyha van is hova fordulni, akkor a hatóságok sokszor későn, vagy egyáltalán nem reagálnak. Erre hivatott gyakorlatilag a rendszer, hogy egyrészt a lakosságnak segítséget nyújtson, és úgymond csokorba fogja őket, másrészt pedig a hatóságnak is segítséget tud nyújtani abban, hogy összeszedve látja ezeket a bejelentéseket, illetve szakértők bevonásával pontosíthatja az eszköztárát, amivel hatékonyan tudja mérni a problémát, illetve kezelni. Tehát optimalizálni lehet, hogy hol mérjenek, mikor mérjenek, hány embert alkalmazzon az adott problémára. És amikor kitaláltuk ezt az egész rendszert, gyakorlatilag cél volt, hogy rugalmasan és olcsón skálázható rendszert hozzunk létre, érdemben bővítve térben és időben a mintavételt, és hát ugye mintavétel származhat a lakosságtól, és ezt kiterjesztve gyakorlatilag szenzorokkal is bővíteni lehet a mintavételt, és szenzorok segítségével akár lakossági visszajelzések nélkül azonnal a rendszer értesülhet problémákról. Először megmutatnám példában azt, hogy egy lakosság például, hogyha
ipari park környezetében lakik, hogy egy példával éljek, ugye, ipari parknál lehet probléma a zajhatás, szaghatás, és főleg, hogyha egy háromműszakos rendben dolgoznak ott a ipari parkban a vállalat, akkor ugye a zaj éjszaka igen zavaró tud lenni, amikor nem tud aludni a lakosság. Ilyenkor nincs más dolga, vagy hát nem lenne más dolga a lakosságnak, mint fölmenne a weboldalunkra, egyszerűen egy észlelést elküldene, úgyhogy lekérdezi a pozícióját. Ugye nagyjából a rendszer belövi, hogy ő hol van, nyilván, hát igen, internet elérésünk szerint Budapesten vagyunk, de ezt könnyen módosíthatjuk, ha megfogjuk a markert bárhova, hát most nagyjából rábökök kőszegre. Tegyük föl, hogy megtaláltuk. A rendszer megadja a koordinátákat, a illető személy beállíthatja a zaj intenzitását, hogy mennyire erős, tehát mérsékelt, közepes, erős, vagy esetleg elviselhetetlen zajról van szó. A zajnak beállíthatja a folytonosságát, illetve a jellegét. Hát most, ha ipari park esetében valószínűleg egy építőipari vagy ipari tevékenységet fog jelölni az illető, feltölthet audiofájt, és hogyha ezt elküldi, a rendszernek, akkor a rendszer azonnal feldolgozza, és akár értesítést küldhet a megfelelő hatóságnak, ezzel könnyítve az ő munkáját. Ugye most ezt az észlelést elküldtem, és ezeket az észleléseket jelen pillanatban egy dashboardon lehet megnézni. Ez ugye a másik végpontja a rendszernek, tehát az előző oldal ugye a lakossági észlelés volt, itt pedig összegyűjtve lehet látni az észleléseket. Ugye az észlelést küldtem be az előbb, úgyhogy be fogom hívni az észlelést. Úgy látszik, hogy egy ilyen Szombathely közeli pontra sikerült ráböknöm. Itt látszik, hogy milyen erősségű zajt jelentett az illető lakos, és hogyha egy adott körben sok észlelés érkezik, akkor ugye a hatóságnak van már kiinduló pontja, hogy nagyjából hol van a közepe, valószínűleg ott van a zaj forrása, illetve akár szenzorokkal a zajt azonnal lehetne mérni, vagy hogyha egyéb hatás is, szakhatás is társul hozzá, akkor szagot is lehet beküldeni, illetve szenzorokkal lehet mérni különböző szennyező anyagokat a levegőben, és azt is térképre rakni, azonnal elemezni, és szakértő bevonásával jelentéseket, riportokat készíteni, illetve a megfelelő helyre gyorsan egy határozott döntéssel lehet a problémát orvosolni. Hoztam egy másik példát is a szenzorra, csak ugye a kábel rövidsége miatt nem tudom nagyon megmutatni. Itt van lent a lábamnál egy hőmérséklet és egy páratartalom szenzort hoztam magammal. Tehát annak is megvan a megfelelő felülete, ahova a szenzor azonnal beküldi az észleléseket. Most egy kicsit összement, gondolom, a monitor felbontása véget. Mióta itt vagyunk, igazából délbe bekötöttem ide a szenzort, és látszik az utolsó talán 30 perc, hogy hogyan változott folyamatában gyakorlatilag az épületben, vagy hát itt a teremben a hőmérséklet és a páratartalom, de hogyha erre ránagyítok, akkor így jobban látható. Nem csak, mint említettem, nem csak ilyen úgymond primitív szenzorokat lehet bekötni a rendszerben, hanem egész komoly szenzort is. Tehát, hogyha szakhatásról van szó, akkor lehetne szélmérő műszereket, tehát szélirányt meg sebességet mérni, és akkor azonnal lehetne meghatározni, hogy honnan is ered gyakorlatilag az a szakhatás. És hát ugye a kimenete az gyakorlatilag lehetnek különböző riasztások, dashboardok és jelentések. Nem szívesen híznám tovább a szót, mert így is már nagyon elment a konferencia, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ezt elmondhattam, és várunk mindenféle irányban, tehát hatósági vagy lakossági irányból is partnereket, és szívesen összedolgoznánk, ötletelnénk, hogy milyen egyéb lehetőségek vannak még ebben. Csak hogy egy kicsit visszacsatoljak az előttem szólóhoz, sokat emlegette a turizmust, és ezzel a megfelelő szenzorokkal gyakorlatilag lehetne mérni azt is, hogy
hogy az adott turista a nála lévő RFID-s eszközöket detektálva merre jár, melyek azok a pontok, amik érdekesek a városban számára, és esetleg a kevésbé érdekeseket hogyan lehet érdekessé tenni, vagy a érdekeseket nem reklámozni annyira. Tehát ez csak így hirtelen itt a előttem szólóhoz hozzá kapcsolódva, ez is egy valós megvalósítás lehet, mivel sajnos vagy nem sajnos, ugye ezeket az RFID-s eszközöket kicsit távolabbról is be lehet hergelni, és azokkal azonosítani az adott személyt. Köszönöm szépen a szót még egyszer. Köszönjük szépen!